Jó estét kívánok mindenkinek! Sziszenésben gazdag, kánikulai napot kívánok! Szevasztok! Isten tartsa meg a szokásodat! Jöjjön már a vihar. Ne, 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 jöjjön, mert tegnap is éreztem valamit a fejemmel. Mm. Ez ritka dolog nálad? A hidegfrontra vagyok érzékeny. És szerintem tegnap egy gyengébb hidegfront volt, úgyhogy van, tudjuk már be ennyivel. Jó. Mm. Ügyesen kikerülted a csapdát. Krisztián, nézd rám, nem a falvédőről jöttem rá, és nem ma. De úgy látom, hogy a pocaknövelés az nálad nem állt meg, tehát megint emlékeztetnélek, és tudatosítanám benned, hogy a napi öt kefírtől nem leszel soványabb, most befejezted a kefírezést, már csak sör italt így te is, mint én. Itt van még egy bontatlan kefír. Visszavettem egy kicsit a kefírezésből. Kinga hozott nekem Visszavett. cukormentes... <laughs> hát ez Visszavettem. Kinga hozott nekem mindenféle cukormentes szörpöket, úgyhogy most megint tudok szörpöt csinálni, és így nagyjából elfeleztem a napi kefírfogyasztásomat, mert kipótolom cukormentes szörpöt. Az mi ez a rendkívül szociál diabetikus? Hát oh. pölöskei, pölöskei diab Nulla, nulla. Wow. Amatőrök vagytok, nekünk hamarosan jön a levendula szüret a kertben, és a házi készítésű levendula szörp, úgyhogy... Ó, oh, oh, az meg a, abban már sokodja, a azt ne így ad. Ne, nekem az, nem mondja, hogy én nem viszont, mint brutál a szappan. Szappa nem tudom, nem tudom meggyőzni, nem tudom meggyőzni, mindegy, jó, okay. ez van. Oh, Istenem, mi történt veletek az elmúlt kettő hétben? Yeah. Kezdem én, mert rövid lesz. Majdnem kiköptem a sört, hogy mindenki meghagyott. <laughs> hogy... Jó! Kezdem én, mert rövid leszek. Nekiálltam a konyhát uh, fölújítani. Ámblok, tehát bútorfestés karton és na uh, a padlóhoz nem nem nyúlunk tehát ja villagyszeredés mert hát, még mert még ilyen 50es öt, évekbeli uh, uh, alumíniumább alumínium. alumínium van még a konyhába és a fürdőszobában, szóval ott én nem is tudom, mi lesz. Na mindegy. Kérdez a <tors> Krisztián, nála is volt egy ilyen projekt, hogy majdnem elkezdte. Aztán inkább eladták a lakást. <tors> 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 Jó, de ez a majdnem elkezdte, ez nálam úgy fog kinézni, hogy én csinálom. Tehát, hogy a, a kartonozást, a, a bútorfestést, a, a a villanyszerelés előkészítését, mert nyilván a vejem villanyszerelőtet tehát a kábelt csak behúzza, de a csövezést azt én csinálom meg, úgyhogy úristen, nem is bánom, hogy csak két hetente podcastelni. Ez kemény lehet lesz, Fifika, még szerencsé, hogy jön a hideg. Hál' Istennek. Na de veletek. A délután is gondolkoztam, hogy mi történt velem, de ez a A7-B7, az a folyamatos koncentráció, hogy A7 vagy B7 hát van. ezt nem akarom agyamat. Mi történt? Ez, ez egy hetet elvitt az életedből szerintem. Simán, simán. Befejeztem Baby odafestését. Ez egy nagy, nagy csinnadrattával járó esemény volt az elmúlt két hétben. Átadtam Kingának. Meg, meglepően magamhoz képest jól sikerült szerintem és egy ilyen festő nirvánába jutottam, miután azzal elkészültem, valahogy így átbillent a fejemben az az egész történet, és már nem stresszelek azon, hogy, hogy mennyi kifestetlen cuccom van, így végeztem a grogúval, körbenéztem, ami jó, a következő, amit kifestek, az az lesz, amihez kedvem lesz. Úgyhogy most ilyen abszolút zéró stresszer, körbenézek a kis figurákon, és a Ó, azt érdekes lenne kifesteni, és akkor festem azt. És így nem érdekel, hogy melyik társas játékból mennyi van kifestve, mennyi nincs kifestve. Azt, azt festem, ami, 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 ami jó esik, és így ilyen kisimultak a ráncaim, teljesen, teljesen nyugi van. Mi történt még? Annyira nehéz összeszedni. Dobozokat gyártok, égre földre. Én is elkezdtem dobozokat gyártani, Charlie. hoztam is demonstrációs célra egy doboz. Hmm. Doboz! zombie Zombicide Second Edition játékhoz megérkeztek a kis nylon bugyik a kártyákra, úgyhogy egy fél napot hétvégén eltöltöttem azzal, hogy az összeset fölkártyáztam, vagy fölbugyiztam, és rá kellett, hogy jöjjek, hogy ezek így összerakva, összekompaktolva nem férnek már bele az eredeti dobozba. Úgyhogy, hogy felszabadítsam, elkezdtem leméregetni a kártyákat, és elkezdtem külön tárolódobozt csinálni a karakterlapoknak, úgy ebből a szögből most a Igen, látom szépen, szépen, szép, hogy, hogy mik vannak, már tudok engrévelni is, freakedben, meg ez még egy első prototípus verzió, ami nem annyira működött, meg draftból lett nagyon röckösen kinyomtatva, de most ül a második már, már tökéletes verzió, lekerekített sarkokkal, elasztikus, rápattintható fedéllel, mi minden van. Úgyhogy egy kicsit szintet léptem be is a hétvégén, ezekkel bohóckodtam, és és, és, és édesem, mi történt velem az elmúlt két hétben? <coughs> teljesen, teljesen így kisimult az agyam is, az agyam barázdái is. Majd valami eszembe jut szerintem, kb. ennyi történt. Mesélj inkább te, Charlie, hát ha addig valami eszembe is. Az egyiket rögtön rád is fűzöm, sőt nem rád, hanem Kingára. Megláttam a fotóit, és annyira baromi jól sikerültek. Képzeld el, nem ismertem meg. Nem már. Mondom ki, ez a világi jó nő mert ezt nem, akar, nem, azt akar mondani, hogy egyébként randa, hanem, hogy utána megnéztem közelebbről, hát ez tényleg a Kinga. Hát, milyen ninja pózokba volt öcsém, csak lestem, utána elgondolkoztam, De. hogy mit keresnek ilyen jó nők mellettünk, mármint, hogy melletted, meg mellettem. Na, szóval, igen. Meg fifika mellett. Meg fifika mellett is, csak hát már nem merem, mert ott már többszörösen kihúztam a gyufát asszonynál, úgyhogy kérlek szépen, én is építkeztem, fölépítettem hétvégén, valamelyik hétvégén, szerintem az most volt, vagy előtt, nem tudom már, a kerti vityillót lecseréltük a tárolót, és egy komolyabb cuccot, és mindig így toltam magam előtt, hogy megvettem a térköveket, ma át fogom vinni, 40 fok van, nem viszem át, majd holnap, Elegyengettem a földet, nagyon meleg van majd holnap, és aztán ott voltunk, hogy minden át van hordva, ott van a helyén, csak le kéne rakni, mert holnap jönnek apósék. Úgyhogy nem, nem tudtam erőt venni magamon és reggel fölkelés hétkor, akkor lerakni a térköveket, fölbontani a régi kerti házat, azt ledózerolni és fölépíteni az újat, és azt kell mondjam, gyerekek, hogy nagyon patent volt minden addig, amíg az, az építés utolsó előtti fázisában azt mondja, hogy szereld össze az ajtót, tedd be a helyére, és állítsd be a két ajtót egymáshoz. Itt kezdődtek a gondok. Komoly gondok. Tehát, hogy innen emelni, kicsit a Két ajtó egy harmadik ajtónyírés, nem, az nem volt, hanem az egyik ajtó az úgy záródik, mint a mese, az álom. A másiknak ehhez képes volt egy ilyen gyenge két és fél centi lejtése, és természetesen alul egy ilyen alumínium rámpába így megakad. Ó, mondom, hát ezt nem hiszem el. Jó lesz az úgy, de hogy lesz jó, hát az eloxált alumíniumra nem csukjuk rá az ajtót, úgyhogy ott mindenki, az így jó lesz, meg azt ott kell, ne ürögösíts, menj aréb, aréb, úgyhogy... Utána, utána szerintem egy ilyen másfél óra ideg roham után így, így végső elkeseredésében így megfogtam, és olyan kurva fáradt voltam, hogy így neki döltem a ház sarkának. Nem hiszitek el, neki döltem a ház sarkának. És abba a az ajtó az így magától így huk, becsukódott. Hú, gyerekek! meg megvan a megoldás, mert ugye úgy volt, hogy itt áll idgas, ott áll és ha nem, akkor éket a megfelelő sarok alá itt van a megfelelő sarok, meg, hozzatok egy éket, és akkor így ideiglenesen odaraktam egy fa éket, ami természetesen, mivel van egy minőségi 3D nyomtatóm, már lepótoltam a megfelelő méretű, hosszúságú, magasságú PETG ékkel, úgyhogy tökéletes és nagyon kulák euh, Galaxy Black PETG éket euh, vertem be a bódé aljára, bepakoltuk, Úgyhogy ezzel el is telt a, a, szabad napjaimnak a vége gyakorlatilag, és azóta igazából semmi, csak próbálom túlélni a napokat, mert borzasztó ez a, ez a kánikulának sem merem nevezni ez a valami, ami van, tehát hogy így, így, így valahova elmentünk hétvégén. Hát igen, igen, két év után egy kicsit átmentünk Ausztriába, és aztán hazafele valahol még voltunk, és olyan fura volt látni, tudod, hogy mész át a határon, és a kezünkben minden paksa méta, angolul, németül, magyarul, kinyomtatva több példányban, lelaminálva, meg az anyám kinyom, amikor meglátta az osztrák határőr, akkor mondta, hogy danke, aus. Úgyhogy tovább léptünk, és gyakorlatilag ennyi volt, és aztán amikor jöttünk hazafele, akkor akkor volt ez az iszonyat nagy vihar, ami így átvonult az országon egy mit két-három napja, és akkor ez minden az autópályán kapott el minket, amikor úgy érezted, hogy 70-nel, ha mész, akkor is nagyon gyors vagy, úgyhogy hú, az, az vad volt az a rész ott. És aztán hazajöttünk, és megint, megint hőhullám. Úgyhogy a tököm ki volt vele, de itt vagyunk együtt, isszuk az italt, és beszélgetünk jókat nyomtatásodról eszembe jutott, hogy még mi történt velem. Új, kinyitotta. nekem is. Olyan, kinyitotta. Istenem. Na itt fog Hol... elcsúszni az adásidő, már látom. Nem fog elcsúszni semmi sehova. Kedves kollégám, kinyitotta nálam Pandóra szelencéjét, vagy hát a csodák kapuját Narniára, és megmutatta nekem a Slicer szoftvernek a debug buildjét, amiben mindent, lehet, mindent is lehet állítani kézzel, még minden paramétert. És, és azóta elvesztem benne, és újra és újra nyomtatom ugyanazokat a témákat, keresem a, a szaportok szentgráját, hogy a lehető legkisebb és legkevesebb szapporttal tudjam kinyomtatni a, az adott modellt. Úgyhogy ilyen ké ké kézzel szaportolás és kézzel tuningolt paraméterekkel nyomtatok mindenféleket. Krisztiánom, mekkora a legkisebb szaportod? A legkicsibb, amivel most mentem, az 0,25-ös volt. Hoho, -ho, van még hol fejlődnöd. Múltkor láttam egy formlebzes cuccal nyomtatott, legyen az bármi, ami egy ilyen jó tenyérnyi nagyságú volt. A Csávó kivette a nyomtatóból, és azt mondta, hogy azt hiszem 0 es volt a szaportja, egyik kezébe volt a szaport, irányult a tárgyra, és így finoman csak egy -egy, így eltekert egy ilyen, mit tudom is én, 10 fokot hallottál, egy kis roppanást, és minden a kezébe volt itt a szaport, itt a tárgy, mutatta tényleg, mint a, mint a tűnek a hegye, annyi szaport volt, és ebből volt, vagy tűz, 30 a tárgyon. Kurva jól nézett ki. No, ezt, ezt keresem én is, csak hát ugye minden modell más, úgyhogy minden modellnél meg kell találni, de egyébként a kollégám azt meg pont ezt csinálja, hogy ezeket optimalizálja, és gyakorlatilag upgrade-elgeti a beállításokat a különféle anyagokhoz. Ja, és... ilyen nem nekem is volt most, ö, majd mondom utánad. Ja, csak ennyi. Nagy, olyan gyönyörű szép gamora szobrot nyomtattam, hogy ó, nem tudok szabadulni a zöldektől, basszus, csináltam neked halkot, az egy kurva nagy zöld volt. Csináltam Kingának grogut, szintén ekkora zöld feje van, és most a következő téma, amit megtaláltam magamnak, az Gamora a Guardians of Galaxy-ból, szintén zöld, úgyhogy de az évben nem, nem, tudok a zöld bőrszintől megszabadulni. De semmi baj, hogyha át akarsz nyergelni a pirosra, akkor csinálhatsz nekem deadpool vagy valami. Ha feketére, akkor panisert, adok én neked színtémajavaslatokat. javaslatokat. Na, fifikával nekünk challenge volt azért a héten, mert elkezdtem a Manhattan projektet, ugye Najmanhoz, íven, csak az enyém az nem robban föl a végén, és a paneleket elkezdtem nyomtatni, filamentet szárítok a sütőbe, felhozom, beállítom a nyomtatót. Ó, csak ezt a négy paramétert kell, mondja Luka az olasz, aki tervezte az estét. Hazudik. Minden olasz hazudik. Nem csak azt a négy paramétert kell. Azt úgy képzeld el, hogy vannak olyan épületek, ilyen kis kétszer, három milliméteresek, amik olyan, mintha gangja lenne, de nem gangja van. Csak ugye ennyit tud a fej ott, és valami beállítás nem stimmel. És az a legnehezebb, mikor van két-három jó ötleted, és fifikával ötletelünk, hogy mit kéne, hogy kéne, melyiket kéne, és így hú, most négy ötletet ki kéne próbálni. Ez nem jó. Próbáljuk egyszerre, nem akkor nem jövünk rá, hogy melyik volt a megoldás. Akkor nyomtatom kicsibe. Kicsibe nem jó. Akkor utána jó lett kicsibe, de mikor nyomtattam a nagy panelt, lemegyek, jövök föl, nagy a csönd, mondom, mi van, van még három óra belőle. Összeomlott az egész. És nem a tornyok, nem a magas épületek, hanem a vízszintes lapos szar, az így egyszerűen, mint két réteg, mint mikor a lepedő meg a takaró egymáson van, és így nem tapad egymáshoz. És semmi más beállítás nem stimmelt a layer szélességnél egy század milliméter. És ugye ebből van 8 paraméter hogy itt az infilnek a layer szélesség, meg a külső, meg a belső, meg a mit tudom is, meg a teteje, na én azt mire kiátszottam. És akkor ugye közben látod a spulnit, hogy ebből vettél négyet, mert azt mondta az olasz, hogy hát három és fél négy spulni kell hozzá. És így fogy a arra hat életbe után kell rendelni. Na, megtaláltam a paramétert, elkezdtem túrni őket, úgyhogy azóta gyorsan letudtam nyolc panelt, hát most így az adás miatt nem nyomtatunk, de Fifikának mutattam, hogy milyen professzionális filament szárító berendezésem van. Itt ezt így neked is meg tudom mutatni a kamerába, hogyha érdekel. Gyakorlatilag a filament spúlnira rá van húzva egy szatyúra, és bele van dobva ö, ilyen kis ö, szilika zacskóból négy darab is, és ez az én ö, működés közbeni filament szárazon tartó berendezésem, úgyhogy nézegettem egy folytába. Ilyen cuccokat is, meg a voron 2.4-et is, az 1000 milliméter is. per másodperces X és Y tengelyel, úgyhogy azt egy nagyon, nagyon beteg dolgok vannak a világban, Krisztián, azt kell, hogy mondjam. Közben a kollégám ugye mondta, hogy hát ő nem akar beleugrani már ebbe a, ebbe a rezines történetbe, ő már a porra esküszik, hogy várná, hogy valami megfizethető áru, olcsó, poros cucci jöjjön ki. Hát mondom, egyet tudok nálatok, de hát az még a megfizethető ár nem, nem fedi le a valóságot, úgyhogy ah, ez van. Edem savage néztünk, ugye, folyamatosan, hogy hogy gyártogatja a szarokat és azokat az igénytelen mosókat, amiket a Formlabs gyárt ahhoz a milliós cuccoz, borzasztó, hát mint fifikálnák inna a teknő, amiből iszik a kutya, komolyan. Már dolgoznak rajta a kollégák. Figyelj már, én lennék béta tesztelő. Videót is csinálok róla. Oh, 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 figyelj, figyelj! Oh, 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 oh. Jaj. Hát ennyi körülbelül. Na csapassuk! Csapassuk, mert rengeteg a témánk. Adjunk neki. Én meg Na csak nézek, meg után ha jobban megzöldül szifik a mérgedbe, hogy csak itt beszélünk hülyeségeket, akkor téged is kinyomtatnak és megfesterek, mint zöldet. Na, na, ne nézzünk már bután. Ne nézzé már bután. Hát hányszor, hányszor lőjük még le a poénodat. Ó, jaj, mennyi baj van veletek. Ha hiszitek, ha nem, nem tudom, ki Butánba, ki nem. Én szerettem volna elmenni a 2000-es évek elején Butánba, de nem voltak kimondottan nagyon Turista barátok, rendkívül drága napi turista díjat kellett volna fizetni, hogy oda menjen az ember, ezért inkább a szomszédos Nepába mentem, így én sosem jártam Butánba. De ez még a 2004-es évek előtt volt, ugyanis 2004-ben Bután aláírta a WHO-FCTC dohányzás ellenőrzési szabályzási keretegyezményt, és azzal a szunggal kompletten betiltotta a dohányzás az egész országban, dohánytermékek kereskedelme tilos, ergo dohányozni is tilos, komplett, 100%-os tiltás az egésszel kapcsolatban. Olyannyira radikális volt ez a lépés, hogy még a teljesen, teljesen irracionális és elmebeteg WHO is megütött néhány ilyen óvatosabb hangot a témában, hogy Hát, amíg kereslet van az országban, már pedig nyilván van, addig ez eléggé problémás lehet, mert megy a fekete piac felé az egész történet. Érdekes, hogy a 2000-es évek elején a VHU még értette ezeket a piaci-fekete piaci összefüggéseket, és különféle kölcsönhatásokat, amik ilyenkor bekövetkeznek egy szabályzást követően. Ma már ezt nem annyira eh, lehet róla elmondani. De hogy az érdekesség az az, hogy Bután azóta is vidáman éldegélt cigaretta nélkül, vagy nem. Ugyanis friss fejlemény, hogy Idén, néhány héttel ezelőtt Bután megszavazta, hogy rendben, akkor mostantól feloldják a dohányzás tilalmát, és lehet legális keretek között cigarettát behozni és fogyasztani Bután területére. Ugyanis az illegális csempészet és az ezzel járó mindenféle jövésmenés konkrétan már Bután közegészségét veszélyeztette a behurcolt mindenféle nyavajákkal kapcsolatban, és itt nem csak a, 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 a Covid-ra gondoltak. Úgyhogy egy ilyen szolid 16 év, 17 évvel később teljes hátraarcot csináltak, és mostantól lehet dohányozni Butánban. Mi, mit gondoltok erről, srácok? Jobb, mint hogyha propán butánt szívnának. Ó, oh, jaj. Én kérek oh, elnézést. Hát én csak abban reménykedem, hogy nálunk nem telik el 10x év, és emlékeztet ez engem ugye a szex a csempészet idejére, amikor nem lehetett, aztán mégis volt. Itt is ugyanez volt. Arra lettem volna kíváncsi, hogy, hogy aki nem tud hozzájutni, az vajon mit szív? Mert ez egy jó összehasonlítási alap lett volna nekünk, hogy ha úgy szabályzol, hogy tiltasz, akkor azzal mit érsz el, és mennyire kontraproduktív az, hogy, hogy betiltasz valami jelen esetben jól működő alternatív terméket. Úgyhogy, hát csak üdvözölni tudom. Csoda, hogy eddig bírták egyébként. Ugye a butáni történet azért hogy is mondjam, emelkedik ki a többi közül, mert a, a WHO az gyakorlatilag a, a, fejlődő országokban kifejtett tevékenysége folyamán, ugye erről már nagyon sokat beszéltünk, egyfajta ilyen újra, újra gyarmatosítást végez a, a dohányzás irányában azzal, amikor a, a kárcsökkentő vagy ártalomcsökkentő termékeket üldözi, és jellemzően ez a térség egyébként a, a WHO célpontja. Ha, ha nagyon, nem is tudom, szemét módon akarom ezt megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a... WHO vezetésének a, az összetétele szintén tükrözi ezt a fajta ö, érdeklődést ezek után az országok ö, után nagyon ö, nagyon kevés egyébként a, a nem fejlődő országból származó WHO tisztségviselő, illetve azt is mondhatnám, hogy hogy a WHO vezetősége azért, ha, ha, megnézitek, jól korumpálható országokból érkezik. Nem is értem, Úgy hogy vagy miért vagy e nem de. vagyunk még a vezetőségbe. <síuvanné> Úgyhogy ennyi. <hő> Na de, hát azt tudjuk, hogy, hogy a WHO és a hülyeség ez a kettő együtt az igazi rákkeltő hatású történet, történet, történet. Ráakadtam egy cikre az OSWiki EU oldalán, ami a munkával összefüggő, már a címe is egy ilyen borzalom, a munkával összefüggő dohányfüst expozíció és a, dohány és a dolgozók dohányzásról való leszoktatásának támogatása a munkahelyen címet viseli. <kül> Na hát itt aztán gyerekek, van minden. A kedvenc mondatom egyébként az, ebben a, hát nevezzük ezt, nem is tudom minek, anyagnak, a szakmai anyagnak, ez a WHO megítélése szerint egyébként valószínűleg megüti a, a, azt a szakmai magasságot, amit ők elvárnak. És ebben például ilyenek szerepelnek, hogy miután a, a nikotin halálos adagja az 1 mg per testsúly kilogram, így gyermekek esetében egy száz cigaretta elfogyasztása is halálhoz vezethet. Tudományos. Tudományos és súlyos megfogalmazásokkal van tele. Egyébként bocsánat, meg szerintem ez bocsánat. egy 20 évvel. Emlékeztek Igen. arra a kisgyerekre? Valamikor beszéltünk róla, hogy nem tudom, és én három-öt éves környékén van. Kotint. Nem, aki, aki három-öt éves környéki, csíle vagy valahol azon a környéken, és már úgy nikotin függő, hogy, hogy tudod, mint mikor te régen fölkeltél és szívtad egyből a blattot, Aha. hogy egy olyan Jánclo kép hánik. volt a, talán, ami a neten, hogy ilyen kis pufók gyerek túlsúlyos, és már szívja a cigit, és úgy mutogat a kezében a cigivel. Hát akkor itt halálos dózisról szerintem fölösleges beszélni, mikor három-négy évesen is masszívan elszív mondjuk napi egy doboz cigit. Hát, szerintem én nem is napi egy dobozt uh, szívott -e. Azt tudjuk ugye, hogy a szervezeted képes uh, egyre több nikotint uh, földolgozni, tehát hogy ezt így hát hozzá Bármiből tatható. így van, hogy a, a, növekszik a, a... Várjál, mi volt erre a szép szó? Hmm. A tolerancia, a tolerancia küszöböd, igen, a, köszönöm, a drognál jön. is így van. Így van. Szóval nem, nem a, a cikk szándékával vitatkozom, csak a benne lévő állításoknak a, a borzasztóságával. Például, amit a, a snüszről állít. Oh, oh, most értem oda, ez borzalmas. <laughs> Ugye arról majd a slüsztről még egyébként lesz az adásban szó, és azokkal a, a modellekkel operál, ami szemmel láthatóan egyébként nem működik. Tehát ugye itt a, a dohányzásról való leszoktatásnak a, a, nem is tudom, ilyen mély gödrében van szinte mindenhol a közegészségügy, ahol nem használják a, a füstmentes termékeket a leszoktatás részeként, és és nem veszik azt tudomásul, hogy a, az átszokás, az gyakorlatilag leszokás, mert valamelyik dohánymúltinak a az anyagában olvastam ezt a, ezt a baromium megállapítást, hogy annak idején a WHO előírta, hogy ő a dohányzással kapcsolatban mely anyagokat ö, szeretné milyen szintre csökkenteni. Amikor pedig ö, elkészültek azok a termékek, amelyek azokat az anyagokat, amiket a WHO-kért csökkentették arra a szintre, amit a WHO előírt, akkor akkor a WHO volt a legjobban fölháborodva, hogy hát az nem leszokás, az átszoktatás. És hogy ugye a mostani veszőparip az a, az a nikotinfüggés föntartása. Ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha a koffeinmentes kávéra szoktatnád valakit, de azt mondanád, hogy de ez nem jó, mert ugyanúgy kávét iszik, mint eddig. Na úgyhogy, hát ennyit Há erről. Benne van az a csersav. Is. Igen, igen, benne van a csersó. Figyusszatok már, nekem olyan ütötte meg a, a szememet, hogy minden bekezdésbe találtam egy-két nagyobb fasságot igazából. Hát ez párháza egyébként. De nem merem az egész végben, mert nem lesz elég az adás. A, azt mondja, hogy csodálatos, belélegezhető, szuszpendált részecskék. Ho oh -oh, -ho, mindegy, lépjünk túl. Dohányzás leszoktatás a munkaegészségügyben. Mi nincs ebben a bekezdésben? Egy sor se, egy mondat se, egy szó sem. Az alternatív módszerekről, illetve van, csak az alternatív módszereket elkezdeném nektek felsorolni, leszokás támogató vonal, dohánymentes nap, Hú, egy Le... jó dohánymentes nap, mit nem segített volna rajtam? 20. Átfogó, ezzel... átfogó leszokási útmutató, leszokás támogató média kampány, célcsoportok, leszokásra támogató programok, telefonos segítségnyújtás. Szóval, igen. Kit, kit jelentsünk föl, az, na az nagyon fontos, az nagyon fontos. Tehát az összes igen. olyan dolog, amiről évtizedek óta tudjuk, hogy már régóta nem működik. Oké. Okay következő bekezdés, amit uh, sorra vennék az a a dohányzó munkavállalók leszokásra való bátorítása. Amikor azt mondják, hogy uh, ja, uh, bocsánat. Amikor az elején azt mondják, hogy uh, hogy hogy tudjuk megállapítani, hogy mennyire függő az ember kettő kérdés, amit a Galaxis Utikalaus Topposoknak című filmben is föl kellett volna tenniük, hogy hány szállat szív, és hogy mikor szívja az elsőt, és ha visszagondoltok, ezt az orvos folyamatosan föltette nekünk fiatalkorban fiatal ezt a kérdést. Az, hogy milyen cigarettát, esetleg kubai szivart, pipát, anyám kínját, nem. Mennyit mikor szívja az elsőt. Ebből mindent meg lehetett állapítani. Na, de mikor azt mondják, hogy leszoktatás a munkaegészségügyben, és, és közvetlen utána jön a nikotinfüggőség, amikor ugye mondják itt a halálos, toxikus adagot, amelyben a a mérget fogyasztók 50%-a meghalt, ugye erről az 1 mg per tessúly kilogram. A leszokásra való bátorításnál pedig cselekvési modellek, eszközök és személyi erőforrásoktól függően a foglalkozás egészségügyi szolgálat használhat egyéni vagy csoportos tanácsadást, hogy a leszokásban megfelelően támogassák a dohányzókat, biztosítaniuk kell egyéb olyan eszközöket is, mint az írásos információk, kézikönyvek, szórólapok. Az internetes hálózaton szerzett további információk nagyon hasznosak. A telefonon vagy e-mailben történő kapcsolattartás fontos, főleg az utánkövetésben, aminek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy biztosítsa a dohányzásról leszokás kedvező kimenetelét. Tehát ez egy ilyen ellenker, csak nincs nevesítve a dolog egyébként hogy semmit nem hallott. De az a szomorú, hogy még olyanról se hallottunk ebben a bekezdésben, hogy, hogy rágó, tapasz, snüsz. Hát hallottunk előtte, amit Fifika mondott, hogy hát az az, az ördög is gyakorlatilag snüsszt rágicsál, mikor a pokolban lehúz téged a hetedik bugyor alá. Szóval semmi alternatív termék nincs, ha csak nem a szórólapot meg nem sodorjuk és azt szívjuk egy cigaretta helyett. Aztán az egyéb dohánytermékeknél ugye kitér, uh, és ez a legszomorúbb, hogy a füstmentes dohánytermékek, mint a svéd snüssz, rákkeltő anyagokat tartalmaz, és használata jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még akkor is, ha a snüssz gyakran tévesen a dohánynál tekintik. Ráadásul erre nincs bizonyíték. Igen, ráadásul erre nincs bizonyíték hogy segítene a leszokásban, sőt az e-cigaretta tekinthető igazán a dohányzásba bevezető módszernek, amit mi csak úgy hívunk, hogy kapudrog, ugye? Vagyis hát ők hívják így. Ez egy ilyen jó 6-7 évvel ezelőtt íródott íromány, mert az utolsó évi hivatkozás, vagy évszám hivatkozás, amit látok, az 2014 volt, úgyhogy biztos, hogy 2014-es vagy annál frissebb. És itt még egy pár bekezdéssel följebb Svédországban 13%-os dohányzási rátát emleget, azóta tudjuk, hogy legalábbis a férfiak körében lement 5%-ra, és a, 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 a jelentős egészségügyi kockázatot jelentős nősznek köszönhetően. alig tíz év, és így. Zárszóként szeretném a következtetéseket, csak egy mondatot, a munkahelyeken a zártéri környezet, környezeti dohányfüst ugyanolyan valós veszélyt jelent az egészségre, mint például az azbest, az arzén és a benzol. <gül> <gül> az meg! Én, én két, két uh, dolgot szeretnék uh, uh, kiragadni. Visszatérnék újra az 1 mg uh, uh, nikotin sztorihoz, tehát, az Európai Unióban a legerősebb cigaretta határértéke 1 mg. Az azt jelenti, hogy ha 1 mg per test súly kilogram a, a halálos adag, akkor azt egy 1 kg-os gyereknek kell elszívnia, mondjuk, vagy 1 kg húzdecás gyereknek egy piros marborot, mert annak olyan 08-09 a nikotin adagja, ami nyilvánvalóan... Viszonylag sok új szület doányzik, igen. Igen, ha csak, <laughs> ha csak, mondjuk éppen nem úgy reanimálsz, hogy slukkolsz egy nagyot a malbóróból, és azt fújod be a gyerek szájába. Na. nem <laughs> szabad kizárni. Mindet, mindet, igen. mindet. A másik jópofa mondat az a... Szigorúan nem lehet üdözve, igen amennyiben, és Magyarországról beszélünk, amennyiben a jogszabály szerint nincs tiltva, akkor a munkáltató az elírásoknak megfelelően duhányzó helyet jelölhet ki, vagy a munká, munkavállalóikkal egyetértésben nem duhányzó munkahelyén nyilvánítja a telephelyet. Ti hallottatok már olyan, olyan munkáltatóról, aki megkérdezte a dohányosokat, hogy akarjátok-e, hogy nem dohányzó munkahely legyen a munkahelyetek, mert én még ilyet nem hallottam. nem, az sokkal egyszerűbb volt, bejárattól 5 méter. Természetesen a korlátozás az elektronikus cigarettákra is kiterjed, mert ez ugye természetes. Na, na akkor ez viszont 2016-os. Vagy legkorábban 2015 végé ez a cikk. Így van. Hát a, a további olvasni valóban látok én még 2014-est is, úgyhogy igen, ez a 2015-16 lesz. A vége. A vége. Tehát igen. annyira friss. A... Tudod, mit lehet ebből irigyelni ebből a wikiből, Fifika? Ezt mit? a turva jól összeszedett szójegyzetet, szó vagy szószedetet, meg a linkeket. Tehát, hogy egy ilyen semmi szarból, amit nem tudsz tényleg semmire használni, 59 linket, hivatkozást összekaparjanak ami csak az bizonyítja, hogy itt csak a dokumentált és szórólappal elért leszokás a leszokás, azért az teljesítmény, no. Hát van, van olyan teljesítmény, mint szarízű fagylaltokat nyalogatni. Ne cigáz. baromira tett. Mi? Hogy? Ne cigázz. Baromira tetszett a a kezdeményezés a Véper Világszövetség. Közben Mújó törölgeti a szája sarkát, úgy rákívánt. kívánt. A VVA tiltakozás kép hágában undorító fagylalatokkal kínálta a politikusokat, hogy fölhívja a figyelmet az ízesített elfolyadékok betiltására. És szerintem ez egy baromi jó üzenet. Tehát, hogy, hogy hogy az valami elképesztő, hogy azt gondolja valaki, hogy, hogy az a, a tiltásnak a lényege, érted, hogy ugyanolyan szarízű likvideket szívjunk, mint amilyen az analóg cigaretta, nem is értem, komolyan. Nagyon érdekes, hogy a, egy kicsit így rímel a az utolsó, tehát a múlt heti uh, blogbejegyzésre, ahova számomra meg meglepően sok uh, vélemény érkezett, ami a VHU uh, hülyeségeivel foglalkozott, és valószínűleg nem az első, nem az egyetlen ilyen cikk lesz, hanem a VHU azért uh, ad nekünk mindig munkát. És uh, ott kérdezte valaki, hogy írja már meg a véleményem erről az ízesítés tiltásról, illetve a kapudrog, ugye ez a, a másik éllovasa az EH, a WHO fölfogásának, és akkor ott is leírtam, hogy, tehát, hogy az mennyire életszerű, nem, hogy, hogy te vépelsz valami finom likvidet, és, és aztán kívánod a cigarettát. Tehát, hogy ez, ez kinek állt össze a fejébe ez a folyamat? Érted, hogy a vanília fagylalt után szeretnék hányás ízűt nyalni, mert az biztos sokkal jobb. Hát mert ők úgy voltak vele, hogy a, a nikotin expozíciós ideje az e-cigarettában lényegesen rosszabb, mint mondjuk a cigarettában, de akkor szeretném itt az adásban felvilágosítani őket, hogy az olyan ember, akinek mondjuk kevés a hármas, az nem cigire fog váltani, hanem erősebb likvidet fog szívni, mert hogy, amit mondtál, tehát, hogy ez tényleg olyan, hogy, hogy mit a, a gyereknek, hogyha a gyerek szereti a, a, húslevest, és elérakod a spenótot, akkor nem fogja azért enni a spenótot, mert, mert te azt mondod, hogy az jobb, mint a húsleves. Egyébként szar az íze a gyereknek, megkóstolja, és nem. Tehát, hogy egy nyilvánvaló szar dologra, ezt nagyon sokszor elmondtuk már, hogy, hogy miért váltanék én arra. Mert hogy mi az, amivel többet tud, mint a, az én finom málnás likvidem? Hát, egyszerűbb használni gyakorlatilag kezdőként, de ezt már a HMB-k megugrották sikeresen ezt a, ezt a szakadékot, úgyhogy... Igen, 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 tehát uh, én, én használom mind a két uh, fajta HMB-t is ilyen adhok jelleggel, és uh, azt kell, hogy mondjam, hogy uh, ezeknek a, a HMB termékeknek közelebb áll a, a, az íze a hagyományos cigarettához, uh, az mellett, hogy akár uh, csökkentő vagy csökkentő hatása majdnem ugyanolyan jelentős, mint az e -cigarettájé. de rengeteg fórumban olvasok hozzászólásokat, hogy, hogy most elpattintottam egy ízesített HMB-t, és soha többet cigi, és már két hete nem szívok cigarettát, és már egy hónapja nem szívok cigarettát. Mindez mellett van nyilván egy csomó problémájuk, akár a készülékkel, akár azzal, hogy költeti őket, hogy hozzá kell egy szokjon ugye a, a glicerinhez a tüdeje, de én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy baromi nagy ö, sikersztori az ártalom csökkentésben. Valaki mellett, nekik. hogy. Valami, mellett, valaki. ugye, hogy, Magyarországon tiltva van az ézesített nikotinos né folyadék. Valaki szólhatna nekik, mielőtt diadalívet emelnek maguknak, hogy két hete már nem dohányoznak, amikor mindenki ezzel kurogatta őket, mióta dohányosok voltak, hogy ne szívjanak cigarettát, és most itt örülnek neki, hogy két hete már nem szívtak cigarettát, mindenféle ilyen gyanús egyéb készüléket használva, valaki szólhatna nekik, hogy ez csak átszokás, Hogyha megkérdezi az Emmit például, vagy a Nefit, ez csak átszokás. Érted? Nem tudod őket kielégíteni. Nem tudsz úgy leszokni, hogy az nekik tetszen, ha csak nem úgy, ahogy ők mondják, és akkor nem szoksz le. Mert valaki szóljon nekik, mert tévedésben élnek, hogy ők nem leszoknak, csak átszoknak. Igen? Nem, nem lehet ezt így. Brosúrával kell, egy rendes magyar brosúrával szokik le. Arrohat életbe rossz urával, a büdös parancs, hát a nikotinpercset ki fogja fölrakni magára? Hát az minek? Minek áruljuk a patikába? Mit gondolnak? Minek utazunk két évente a haverokkal brancsolni a Sessel szigetekre, Indiába, mindenhova, hogy jó kitaláljuk, hogy ők hogyan tudnak leszokni? Azt hiszik, mi vízből repkedünk? a széjjel. Azt hiszik, az nekünk olyan szórakoztató. Hálátok, egyébként ez is pontosan ugyanolyan hiteltelen történet, mint amikor a, a WHO megpróbálta összekötni a, a Covid és a, a, vépelés viszonyát, és emlékeztek rá, folyamatosan erre hívták fel a figyelmet. Ne dohányoz. Ne. Igen? A közbe akartam szúrni, mert mindig csak hivatkozunk, hogy a blogon, hogy az anyám kínja légy szíves, mondd el azoknak, akik most hallják először, hogy mi a blognak a neve? füstmentesblog.hu Tehát füstmentes.blog.hu ékezetek nélkül, hogy az 50 pluszosak is tudják, hogy hogy kell beírni, és nem összekeverendő a füstmentesen.blog.hu valamit én véletlenül tévedésből é, megtaláltam, én is. és évekkel ezelőtt valaki leszokási vonalon kezdte el írni a kis blogját, és már nem írja. Nem, ez füstmentes.blog.hu füstmentes.blog.hu és a legnagyobb truvány szerintem, hogy ne te is elolvashatod, meg te is, meg te is, aki hallgatod, hanem hogyha a faterod vagy az édesanyád dohányoznak, ragdeléjük eléjük, olvassák el, nem sok cikk tartalmasak, ebből lehet edukálódni, nem az emminek a fasságaiból, olvassák el, próbáljanak ki bármit, ami ami nem cigaretta, szívesen segítünk ott a blogon keresztül is. Mindig ott van valaki. 0-24-be felosztottuk. Tehát, hogy Krisztián fixen hajnal kettőtől reggel 8 ül a gép előtt. Miattatok, Írjatok rá. Hadd adjon tanácsot. Én is tiszta táskásak a szemeim már, mert én váltom reggel kor Hát, na. Úgyhogy már ki vagyok idegileg. Az a jó egyébként ebbe a blogrendszerbe, hogyha valaki uh, ír valamit, akkor arról nyilván értesítést kapunk, látjuk, uh, és akkor uh, hát nyilván nem azonnal, de hogy még azért aznap uh, válaszolunk, hogyha esetleg valami kérdést tett volna. Mert ilyen csúringerek vagyunk, nekünk nem telik csebbótra, mint a WHO-nak, akivel tök jól el lehet beszélgetni, és majd leszoktat. Dohányzó a szörnyen, sajnálom, szokjál-e? Good <laughs> <laughs> nem dohányozni? <laughs> Na, visszatérve erre, erre a, a sztorira, Charlie is begyűjtötte a, a, ennek a tanulmánynak a... a más sajtóorgánumban megjelent cikkét, de <coughs> nagyjából az a, az a lényeg, hogy a Majó Klinika ö, végzett egy kutatást, hogy ö, vajon a, az, vagy az elektronikus cigaretták és a COVID-19 összefüggésben ö, vajon igaz-e az az állítása a WHO-nak, hogy aki elcigizik, az könnyebben megkapja a COVID-ot, illetve van összefüggés a SARS-CoV-2 és a COVID között. És arra megállapításra jutottak, hogy nincs. Ráadásul még ezt triggerelték külső civil szervezetek is, akik... Komoly munkát fektettek abban, hogy keressenek ilyen irányú tanulmányokat. Hát a, és tegyük a... hozzá, hogy hány emberrel végezték el a kutatást? 70 ezer. Tehát nem az, hogy a sarki fűszeres előtt kitöltötték a papírt 300-a, 70 ezer az már egy viszonylag jó merítés lehet. Hú, 70 ezer ezt? beteggel, tehát az azt jelenti, hogy 70 ezer COVID-fertőzöttnél kérdeztek rá az e a használatra. Azért érdekes ugye ez az egész uh, sztori, mert a WHO milyen hallgat például arról, hogy a, a nikotint fogyasztó emberek miért reprezentálják magukat fele annyian a COVID-betegek között, mint a többiek. Tehát, hogy, hogy ez most akkor hogy van? Mert biztos belehaltak a dohányzásba, mielőtt a mielőtt a covid volna a, tekónak, a covid igen. Egyértelmű. Igen, én is erre a megállapításra jutottam. Ugye, aki ezt az egészet pusolta, az, aki még nem ismerte, az ismerje meg őket, ez a kafra, így szép magyarsággal, ez a, ez a Coalition of Asia Pacific Tobacco Harm Reduction Advocates, úgyhogy, úgy, ők azok, akik, akik nyomják ezt a, a cáfolatot, hogy, hogy ne higgyünk már el mindent, amit a WHO így beleböfög a, nagy nagyvilágba, és, és ne adjunk alkalmat arra, hogy, hogy bárki eltántorodjon, elég csak tényleg azt az a, azt a 1,3 milliárd dohányost így, így kimondani, akik, akik, hogyha áttérnének a vépelésre, vagy egyéb alternatív módszerekre, amik alátámasztottan 95%-kal kevésbé károsnak tekinthetőek, mint a dohányzás, mennyivel jobb lenne. És nem fogják föl, hogy nem csak nekik lenne jobb, hanem az egészségbiztosításnak, a, a kormányzatnak, a költségvetésnek, mindenkinek könnyebb lenne. Azt írják egyébként még, hogy ez a kafra. Ugye célul tette föl, hogy hogy komoly háborút fog indítani a WHO-val szemben, és a WHO által kijelentett badarságokat, ha kell, akkor nemzetközi testület elé vigye, és feltárja a jól megalapozott tényekkel és érvekkel a, a hazugságoknak gyakorlatilag az ellentetjét. Ők elmondják a frankót, hogy mi a true. És egyébként talán valami podcastjük is van, ez az Advocates Voice, aminek nem sok epizódja van, tehát azért még van mit behozni, hozunk hozzánk képest a hetedik epizódnál járnak július 11-én, de hogy ott, ott is mondják ezt, ahogy mi adunk szívesen tippeket, hogyha jönnek hozzánk, de azt se tudják, hogy vagyunk Egyébként ők nem, nem ma kezdték, tehát egy ilyen két évvel ezelőtt találkoztam velük, hasonló szervezet, mint az Inkó, de, de nyilván ők még valahol a, a tevékenységük elején vannak, ez nem baj egyébként, mert minél több ilyen csökkentése foglalkozó szervezet van, annál nagyobb az esélye arra, hogy a, a különböző WHO által befolyásolt közegészségügyi döntéshozókat meg lehet uh, nyerni az ügyünknek. Mint ahogy egyébként uh, Eufors <gül> Charlie <gül> <gül> Christian <gül> hogy uh, ugye a az öreg bank igen, a nikotin tartalmú párnákról már azért eset szó, de még nem hivatkoztunk komolyabb tanulmányokra, és most az, az Imperial Brands dohányipari vállalat megtette az első, illetve biztos nem az első, tehát hogy minden multinacionális cég azért ezekre odafigyel. És megjelent most az ő kutatásukról egy cikk a snuszforumet.se. És te elolvastad? Te elolvastad? El. elolvasol egy ilyen dohányvállalat által a szponzorált kutatást, azonnal dohányossá válsz, nem tudtad? <laughs> Ugye arra, arra az apró momentumra azért szeretnék kitérni, hogy bármelyik dohánymúlti által végzett kutatást végolvas egy olyan szakember, aki életében kutatott már, az látni fogja, hogy egyrészt megnevezik mindig mind, mind, a módszert, mind a, 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 vizsgálat leírását, és ez bármikor, bárki, bárhol utánuk csinálhatja, ellentétben egyébként azokkal a kutatásokkal, amikre a WHO hivatkozik. Ez már múltkor ütött a fejembe, hogy, hogy ugyan kiböfögik magukból az eredményt, de hogy azt az eredményt uh, hogyan érték el, hogy használták az adott készüléket, milyen likviddel, milyen feszültségen. Oj, Fifika, ezt már megtanulhattad volna. Ú, te. Megtanulhattad volna általános iskola, középiskola, mikor azt kérdezi tőled a matek tanár, hogy hogy jött ki az eredmény, és azt mondtad, hogy fejben kiszámoltam tanár. Na, azt hát, elfogadtál? Az se. Így, így van Asse. a tudomány, hát. Nem tanulsz a nagyoktól. Nézd meg Stanton Glenset, amikor volt a munkahelyeken való dohányzásnak a betiltása, kampányoltak annak idején. Ugye, Stanton Glens lehozta a kis eredményeit, és kimutatta feketén-fehéren, hogy a kaliforniai vendéglátóipari vállalkozók túlnyomó többsége szerint nem fog nekik semmiféle bevételkiesést okozni, hogyha betiltják a vendéglátóipari egységekben a, a dohányzást. Ezt így elkönyvelték, felhasználták, megjöttek a szabályozások, betiltották, és aztán tíz évvel később valaki megkérdezte, hogy mégis hányat kérdeztél meg? Hatot. Nagyszerű. <laughs> és azaz az hat Nagyszerű. neked a smafu? <laughs> Szóval visszatérve a, a sztorira, megvizsgálták a, a snűsz kártételét, és arra következtetése jutottak, hogy 99%-kal kisebb ezeknek a, a nikotintasakoknak a kártétele, mint a dohányzásnak. És de ezek Brutálisan föltűnő eredmények, ö, ugye sokkal jobbak nyilvánvaló módon, mint mondjuk a nem sokkal, mert azért az a 5% vagy 4, 4 nyi különbség, de hogy hogy itt még a tüdőt sem triggereled a, a gőzzel. De hát fizika. De hát, elmegyek itt egy ilyen hivatalos wikire, az OSH wikire, és olvasom, hogy a svéd jelentős egészségi kockázatot jelent. hogy van ez? Hát úgy, hogy eddig, eddig folyamatosan hazudtak. Tehát nem, hazudtak reggelnap, ne paleste? Így van, így van. A klasszikusokat idézzük. Nem, nem, tudjuk másként értelmezni a, a dolgokat. Mert ezek a kutatások abszolút ö, ö, átláthatóak és nyitottak. Tehát itt nem, nem arról van szó, hogy, hogy oda befegünk valamit, és a, hogy szokták, és a tekintélyünkre támaszkodva mondjuk azt, hogy de az úgy van, hanem úgy van, hogy ott leírnak mindent, bármikor, még egyszer mondom, bárki elővelti ugyanazzal a módszerrel, Ugy, ugyanazzal a, a, a készülékparka ugyanazt fogja mérni. Tehát, hogy ezek nem ö, hazugságokon alapuló ö, kutatások, és senki ne értse félre, tehát nekünk a, az imperiál Tobacco egy kurva fillért nem ad, viszont adja azt a fajta átláthatóságot a kutatásai mellé, amit a WHO az idézett kutatásaihoz nem. Emlékeztek? Emlékeztek, több helyről elhangzott ez egyébként már, hogy, hogy átláthatóbb, megismételhető, tisztább, transzparensebb kutatást a dohányzás és a, a, a kevésbé egészségkárosító alternatívák környékén, a dohánycégek kutatásainál tisztában átláthatóban gyakorlatilag senki nem csinál. Beugrott, hogy pár évvel ezelőtt volt valamilyen kis dokumentumfilm, ami Na nem is emlékszem, talán egy angol, angol YouTube videóban volt benne, vagy nem, nem emlékszem már, hogy, hogy, hogy minek a kapcsán jött elő, de még néztük is annak ideje, és akkor ott mutatták valamelyik dohánycégnek a, a, a kutatója, narrálta ott az ő vezette körbe a stábot a, a, a kis laborba, éppen azt kutatták, hogy a hosszú távú elcigarettázásnak a, a lerakódásai, meg mindenféle ilyen károsanyag dohányzása ellenében. És ott panaszkodott ő is, hogy, hogy, de hát nézzék meg, hogy évtizedek óta tényleg az utolsó betűig minden dokumentálva van, minden hozzáférhető, minden megismételhető, minden transzparens, és ennek ellenére egész egyszerűen, hogyha meghallják, hogy, hogy honnan, jött, honnan jött ez a, ez, ez a kutatás, akkor azonnal minden ajtó becsukódik, hogy úristen, hát nem, nekik, nekik nem hihetünk. Pont a napokban olvastam egy cikket egyébként úgy amblokk a kutatások hihetőségéről, és nagyon tragikusan állunk, borzasztó tragikusan állunk. És az az érdekes egyébként, hogy, hogy pont a WHO volt az, aki eljátszotta az utolsó kártyát is a COVID kapcsán, hogy a az ártalom csökkentett termékekre fölhívja az emberek figyelmét. Tehát megint az történt, hogy itt van a Covid a nyakunkon, érted? Hagyjuk is, hogy a WHO-nak milyen szerepe volt a Covid kezdetén, és hogy mekkora fasságokat állítottak nap, napról napra változtatva a véleményüket, de hogy itt van a Covid, és még mindig azt tólják, hogy ne cigarettázzá, szokjál le, hát ha nem tudsz bazd meg, akkor szívjad. Hát most mit tudunk mi kezdeni? Hát nem hallgatsz Hát ránkért. mert nincsen rajta füsszűrő, mit nem értesz? <laughs> Úgy de kerestem ezt a, ezt a, hogy ez kinek a megnyilvánulása volt, de ne, sehol nem. nem találtam meg, sajnos. VHU direktor volt, és valami kim, akárki, és az Istennek nem találom. Az Istennek nem találom én sem. Na mindegy, két hét múlvára megtaláljuk, úgyhogy menjünk. Eh, Valószínűleg. A hónapokon uh, <laughs> A Ez csak ilyen kis... Uh, figyelemfelkeltés, illetve összefoglaló. Az ETRA csinált egy fölmérést, ugye az ETRA egy Európai Ernyőszervezet, amelyiknek a villanypár Egyesület is a, a tagja, és csináltak egy, hát én azt mondanám, hogy reprezentatív fölmérés, mert 36 ezer válaszadónak a, a válaszait vették górcső alá, és ebből vontak le következtetéseket. És hát számunkra abszolút nem ismeretlen dolgokra jöttek rá, bár van egy-két megállapításuk, amivel én vitatkoznék. Érdekes az összefüggés a, a válaszadók szintjén a nikotinszint csökkenése és a likvid fogyasztás növekedése között. Ők azt mondják, hogy a, a 20 mg-os korlát az, ami a, a nikotin szint csökkentését hozta magával, amiben van némi igazság. Tehát valóban, aki most kezd áttérni, annak a 20 mg-os nikotin, főleg, hogyha erős dohányos volt, akkor az kevés. Illetve én, én egyébként most is azt mondom, hogy ha igazán jó, átszoktató eszközt akarnék a piacon látni, akkor a jó példáját kéne követnünk, tehát hogy kurva magas nikotinsószinttel, nagyjából a cigarettájéval megegyező ö, gőzmennyiséggel direkt, nem azt mondtam, hogy erre szól, hanem gőz, mert a gőz ö, meghatározását meríti ki a hevített likvid azzal lehet hatékonyan áttérni. Tehát, hogyha egyszer ezek az egészségügyi fasiszták megegyeznek abban, hogy akkor ez mégiscsak egy ártalomcsökkentő eszköz, akkor valahol itt kell kaparni a, az áttérésnek a, a A másik pedig az, hogy ugye az én véleményem szerint azért nőtt meg a likvid használat is azért csökkent a, a nikotinerősség, mert hogy megjelentek a, a DL eszközök, és azok ö, nem, nem tudnak nagy nik nikotin erősséggel működni. Tehát ott a én DL főhasználót ö, hat fölött nem is láttam még életembe se. Nem tudom ti, ö, hogy látjátok ezt ezt a kérdést, de tényleg ettől többet nem akarok rá ö, pazarolni, mert am, amúgy a fölmérés borzasztó hosszú, egy ilyen majd 40 oldalas ö, sztori. Engem azt fogott meg benne hasonló logika mentén, amikor írják, hogy növekedett a, a, a likvid fogyasztás, drasztikusan növekedett az évek alatt a, a, a likvid fogyasztás, hogy én ezt is alapvetően a lényegesen nagyot teljesítményű eszközök számlájára írnám, nem kis részben, mert nyilván sokkal kevésbé folyadékgazdaságosak ezek a cuccok, mint tíz évvel ezelőtt. Hát gondoljuk végig, hogy Stuttgartba mit lát az ember, a pálcik a cigit, vagy, vagy azt, hogy három ezer embernek azt mondják, hogy három, kettő, egy, fújd. <laughs> és, és akkor ezzel mindent megmagyarázunk, meg hát illetve mikor, mikor ugye mekkora varázslás volt, hogy, hogy a MTL után elkezdtük a DL-t használni, mikor bejött, és akkor fogtuk a fejünket, hogy atya, úristen, elment 40-50-60, fú, mennyi likvid egy nap, Jézus Mária, Hát ezért, ezért. Igen, és hát a, a, ugye a 3 mg fölötti nikotin az a, ilyen mennyiségnél azért már csépi a torkot, tehát hogy ott nem, musz egyébként... nem, Nem esik jól, emlékszel, mikor volt olyan, hogy nem mondtam, jól, hogy igen. jöttem be a munkahelyre, azt otthon hagytam a likvidet, azt mi volt a trafikban, hatos barack. Hát akkor elhozzuk azt, de azzal a kazánnal, ami, ami a kocsiba volt, nem volt komfortos. Tehát, Én tényleg nem esett jó a Szívem. szívem összeszorult a szívem ezzel a keserédes nosztalgiával, hogy a trafikba hatos barack. Azt hittem, hogy arra szorult össze, mert hogy tegnap volt éppen egy a tripla hatosban kérdezte az MP, hogy ú, gyerekek, dráma van, mondjatok már, hogy hol lehet valami élhető készüléket venni, melyik trafikban, és nem tudtunk tanácsot adni, mert hát nem nagyon járunk trafikba, tehát Tényleg, te is akkor estélbe még annóta a, a körúton, meg én is, amikor ilyen, ilyen vészhelyzet vészhelyzete volt. És hogy tehát nem vagyunk azok a trafikba járok, hogy hú, annyira jó volt múltkor az a barackot tudsz belőle még adni? Nem. Hát ilyen nem nagyon volt. Hát és már nem is tudnak atos barackot adni tényleg. Ez a, na, amikor, amikor, május után lementem, mert elfelejtettem az irodába vinni magammal levest, és no, no, megpróbáltam egy szolid hatos nektarint, vagy valami ilyesmit venni, és szembesültem a ténye. Azóta is ott van az a nullás ízesített fölmedvény az asztalomon, annyit szívtam el belőle, amit délután kellett a túlélésemhez, és azóta is ott porosodik. Forzalom, de is, hogy megtaláljam a megfelelő balanszot a sorozatok és az elektronikus cigarettázás között, van nekem egy olyanom, hogy New Amsterdam, ugye, aki nézte a Blacklistet és mondjuk a New Amsterdam-et is, az lát némi átfedést mondjuk a férfi karakterekkel, karakterrel, de Egyébként hogy... egy jó sorozat. Jó sorozat, igen. Nem durva, ez a nagyon, nagyon lélekre ható dolog itt hogyan segíthetek? De hogy volt egy epizód, amit... Ezt kérdezi betette... a VAU leszoktató robotja is. Igen. De volt egy epizód, ami szerintem pont akkor került rögzítésre, amikor tombolt az Evali járvány, és... Két dolgot rögzítettek általában a sorozatok, tehát vittek be a történet szálba, a cselekménybe az utóbbi két-három évben. Az egyik az a Covid volt, a másik pedig az Evali járvány. És amikor én megláttam, át kellett küldenem a képernyőről így parazdva telefonnal fölvett videót, mert hogy én fogtam a fejem, ja. hogy ott minden volt benne, tudod, ez a, ez a Segítsünk, edukáljunk, de csak gyorsan, nem tudjuk mi van, ez most tört ki, és akkor ezt mutassuk meg. Mutassuk meg a sorozatban, mert milyen jó lesz, hogy majd a fiatalok ezen keresztül tudomást szereznek róla, és hú, mennyi bődületes balfasság volt benne. Tehát, hogy de, 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 ott volt Evali, ott volt E-cigaretta, hogy majdnem belehal a gyerek. Én azon imádkoztam, hogy Jézus Mária, mondom, bele ne haljon, mert akkor az Isten nem mossa le rólunk, hogy, <laughs> hogy milyen ilyen gyilkos szereket akarunk itt rámelegíteni az emberekre, de az még szomorúbb, hogy utána azért kiderültek a dolgok számunkra, meg a, az értelmesebb emberek számára, hogy hát ez, ez úgy légből kapott fasság, ahogy van. Az már nem lett valahogy kibont vasorozatban sajnos. Pedig, én Pedig pár aztán... epizóddal később visszahozhatnák, amikor ott a kis vízautomata mellett beszélgetnek, hogy te az a múltkor ilyen mekkora hülyeség volt, ja tényleg. És el lehetne varni a szálakat, csak hát ezeket már nem írják bele. Persze. Hallottad, mekkora pöcs a VAO? Igen, hát ő <súr> Jeff, mik vannak? Tudod, ez a ö, újat mondja Jeff El kell mennünk sorozatírónak Ebből is látszik <laughs> Nagyon nagy lenne szerintem Olyan nagy lenne, mint hogy Fifika beszámolt egy örömteli hírről Nekem, és azt ilyen Ilyen álságos módon Szeretném megkérdezni, hogy Fifika Mit néztél Mostanában meg, amit, amit Annyira rád akartam melegíteni És küzdöttél ellene Képzeld el, láttam egy sorozatot. <laughs> Baromi, jó. Baromi jó. Mindenkinek ajánlom, aki mondjuk érdeklődött az űrhajózás iránt. Egyrészt, ha valaki nézte mondjuk az Apollo 13-ról szóló filmet Tom Hanks-el, vagy, ugye most a Soyuz volt, azt hiszem, az utolsó, ami ilyen valós uh, történetet dolgozott föl. Tehát aki itt érdekel tényleg ez a fajta korhű, uh, abszolút dokumentalista jellegű, ám de nagyon jó uh, karakterszínészekkel megtűzdelt uh, sztori, az föltétlen nézze meg. Egyrészt nekem, ami, ami brutálisan tetszett benne, az a szinte már a Csernobil sorozatra emlékeztető alaposság a technikai részletek terén. Egy húsz részes sorozatról beszélünk, ami egy alternatív valóságból indul ki, nevezetesen abból, hogy a holdra szállást az oroszok csinálták meg előbb, és nem az amerikaiak. És aztán ezt a, a sztorit viszi tovább, úgy göngyölítve az események folyamatát, hogy például orosz nőt küldtek a, a holdra az amerikaiak, erre az amerikaiak elkezdték a saját programjukba bevenni a nőket. Zseniális színészek, ha emlékszel, Krisztián márpedig hogy nem emlékeznél a Takesi Kovácsra az alteret Carbonból ő a 20 részen keresztül szerepel a sorozatban Na melyik Takeshi Kovács? Mert több is volt az első, Az első aki az első széria, tehát az első nem tudom én hány részes volt az első széria az első szériában játszott a a Takeshi Kovácsot. A Joel Kinemen. Bődületesen jó színész. Tehát uh, itt, itt most tényleg meg, megvillogtathat. Ott is baromire tetszett, de itt is uh, rettentő. És nem, nem érezted azt, hogy most a ta, Takeshi Kovácsot látod, hanem abszolút azt a karaktert alakította, akit játszott. Ugye ez a sorozat címe a for, for, uh, for All Mankind. All, mine, all Mankind, Igen és nagyon megható pillanatok vannak benne, borzasztó emberi drámák játszódnak le, és valószínű egyébként, hogy ez, ez, nézve azokat a sztorikat, amik ezzel kapcsolatban dokumentarista filmként megjelentek a piacon, nagyon valószínű, hogy, hogy tényleg így történtek dolgok, ami az emberi oldalát illeti, mert nyilván ez egy kibillentett történelmi helyzet, úgyhogy nem ért véget a hidegháború, és mi, mi volt a végén a dátum? 90? Várjál a, a, a cliffhanger a végén? A, amikor a Marsra szálltak. Jaj, miért mondod el? Hát 95. Hát de ennyit, ennyit látsz csak, 95. Hogy megjelenik, megjelenik, egy csizma a Marson 1995. Ez a, ez a vége, spoilereztem, de, de zseniális. Tehát fú gyerekek, olyan hidegháborús helyzetek, meg ó, nagyon meg, jó. Tényleg jó, ez, ez jó. hogy nézed, a sztori jó, megfog azért, mert, mert űr, meg, meg mész a holdra, meg mit tudom is én, és a valós történeteket is bele tudod látni, amik történtek. Tehát, amit mondtam Fifikának, hogy, hogy mutatják a tévében, hogy és most leszállt a holdra. Na mondom, hát most ebben mi a trúváj, hogy az amerikaiak nézik, hogy hogy szállt le a Holdra. És amikor leszúrja a zászlót, és meglátod, hogy egy orosz zászló, hát hogy ott, ott fordul egy akkorát a világ, hogy Jézus mi Szovjet. történik itt, és utána, utána várod azokat a történelmi cselekvényeket, amik valóságban megtörténtek, a nagyját földolgozzák, de nem tudod, hogy mit várják, hogy most akkor fordítanak és az oroszok helyett az amerikaiak, vagy, vagy bejönnek a kínaiak, vagy vagy most mi van, vagy hogy hova megy tovább a cselekmény? Á, át, baromi jó. tehát sose tudod, hogy mi lehet benne, és olyan, tényleg olyan megható szálak vannak benne, hogy a gyerekekkel kapcsolatban a, amikor elválik férj feleség, fönt találkoznak, és hogy ott mi történik, szóval fú, gyomorszorító. Tehát mindenkinek, most már ketten tudjuk ajánlani, Fifika. Igen, igen. Tényleg brutálisan jó sorozat. Levadáztam, bár ö, nehéz volt ö, olyan helyet találni, ahol nem ö, csöcsös lányok ezer ablakon keresztül jutsz el a, a play gombig, de, de baromi jó. Megéri a fáradtságot, azt kell, hogy mondja. Vagy akinek van Apple TV-je, az meg tudja nézni az Apple TV Plus-on is természetesen. Na, azon kívül van valami? Nekem egyetlen egy film film tehát még csak nem is sorozat, kijött a Netflixre egy, egy új ilyen, hát kvázi orosz akciófilm. Ó, oh, tudom, mire gondolsz. A, nem, nem, nem jut eszembe, valami Pestis doktor a, a neve, oh, vagy igen, a címe. Igen grom őrmester, vagy grom őrmester, Igen, vagy és, a, és, és a, és, a Pest is doktor. Azt én, megnéztük hétvégén mi is. Uh, nagyon, tehát így, hogy mondjam, én, én őrlődtem, hogy most ez a, a Putyin, a Putyini propaganda uh, filmje, vagy, vagy, inkább, a, nem tudom, de, de egyébként nem rossz. Tehát, egyszer a, a, minden... a szólásszabadságról, meg az információ szabadságról benne szerintem, hogy, hogy propaganda film legyen. Hát igen, csak ugye a, a végkicsengése meg a, a, rend mellett teszi le a, a nem tudom, tehát nekem azért voltak benne ilyen, ilyen ér, érdekes áthallások de mindenféleképpen egy megnézést megér, és egyébként meg szerintem baromi jó volt, a, a, hogy mondjam, az egésznek a, a kiállítása a film. Jók voltak a színészek, jó, jó volt a CGI, már amennyit használtak benne. Nekem tetszett egyébként mondok nektek én is egyet, mert nem szabad elfeledkezni az oldalbordákról sem, tehát, hogy jött a Virgin Rivernek a következő évada, most darájuk, vége lesz az adásnak, megyek le, és nézzük, szóval Virgin River, még azt is elterveztük, hogy legközelebb, ha arra felé járunk, akkor nézzük már meg, hogy hol van, mert egy ennyire gyönyörű helyet ritkán lát az ember, tudjátok, ez a tipikus, hogy nagy tó a hegyek között, kisváros, meg az anyámként, nagyon hangulatos. Aztán rákerestem, mert hát Virgin River csak egy van egyébként, és az folyó, de ez meg egy helység. És akkor így, így lelomboz a dolog, hogy el kéne mennem, mert a belső részeket azokat Vancouverben forgatják, a következő részt azt mit tudom is én, Riverdale-ben, aztán van olyan rész, amelyiket mit tudom is én, hol forgatnak, a következőt azt a, 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 a Murdo Fraser parkban forgatják, aztán a, 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 Vancouver North Shore, szóval, hogy itt 6-7 helyszín, és mindez egy, egy kis város, tehát, hogy mit tudom is, a következő snit, az már, mit tudom is én, 200 km arrébb, tehát ez így lelombozott egy picit, de kurva jól néz ki. Nekem nagyon tetszik a környék, meg ezek az igazi röngházak. Fú, baromi jó, baromi jó. Úgyhogy ha csajos este, akkor ezt is merem javasolni. Az igazi értelmetlen én azért nem mondtam, mert én téged szeretlek, és azt akarom, hogy neked jó legyen, szóval ilyesmi cselekményszálak is, egy kicsit bonyolultabban, tehát ott is van betegség, halál, rák, minden, ami az igazi életben, úgyhogy hajrá, ezt is lehet nézni a, a csajokkal, illetve nekem még így a bookmarkban van a Fatherhood, amit még nem tudtam megnézni, az csak film, és és nagyjából ennyi körülbelül. Nekem két filmem van, az egyik, amit Fifika is mondott, ez a Major Grom Plague Doctor, én, tényleg érdekes nem minden nap látni modern, jó minőségű ö, orosz filmet, bár most meg, elfelejtettem a nevét, elkezdtük ingával nézni, van egy ilyen Netflix-es cifi sorozata, ami androidok -ok vannak, meg mit tudom én mi, hogy az is, egy, hogy ilyen fura nézni ezeket a filmeket, mert, mert ezt a fajta látványvilágot, meg ezeket a fajta stílusokat általában Hollywoodból szokta meg az ember, és akkor így időnként valami nagyon oroszos lóláb így kilóg belőle, hogy ilyen, ilyen is ezeket nézni, de de ilyen szódával elmegy típusú holmi volt egy ilyen könnyed hétvégére. A másik film, amit néztem, Black Widow. Na ezt le akartam Widow. tényleg mondani. Aha, és milyen volt? Budapest, meg minden. Nekem rettenetesen tetszett. Elolvastam előtte ugye a kötelező, most nem is tudom, hogy 444-es kritika volt, vagy telexes kritika volt, vagy valami hasonszörű kritika volt, ami mindent lehúznak, és aztán nekem mindent tetszik, amit ő, ő, ők általában lehúznak. Nekem nekem rettenetesen tetszett. Nem voltam például... De megtanították a nem magyaroknak, hogy nem Budapest, hanem Budapest. Igen, az például benne volt, ami, ami nekem egy hatalmas meglepetés volt, mert nem néztem a, a stáblistát előre, hogy David Harbour játszik benne, ráadásul egy bar barom jó szerepet, barom jó karakterben, az rettenetesen jó, jó pofa volt. A, a, az egyetlen és első és egyetlen és utolsó orosz uh, szuperszoldzsert játsza egy enyém lepukkadt verzióban. Nagyon jó pofa volt, lát, látványos volt, érdekes volt. Én kb. ezt vártam tőle. Nekem, 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 nekem nagyon tetszett. Volt még egy jó filmem, volt. Ami, ami megtörtént események alapján íródott, az a, nem tudom, láttátok-e, a Good on Paper. Mm -hmm. Nézzétek! meg szerintem egy stand csaj, aki megismerkedik a repülőgépen egy pasival, és aztán kiderül, hogy nem is akkor a császára csávó, nem akarom elszpoilerezni, ilyen 90 percesnek pont baromi jó, és, és mondom, megtörtént események alapján játszódik a dolog. Én... Sorozatunk van még ha nincs... hm? ja, mondjad. Ó, én tele vagyok, készültem. Nézem továbbra is a Bad batch ugye az új Star Wars animációs sorozatot. Elképesztően bájos, elképesztően kurva jó, mint a megszokató volt az elmúlt évekből. Vannak benne ilyen kis kámeók, az egyéb sorozatokból bebeköszönnek más karakterek. Úgyhogy na, nagyon szórakoztató, azt továbbra is tudom ajánlani mindenkinek, illetve egy új sorozatot kezdtem el nézni. Ja, a Loki, az kompletten állna Az De figyelj adat, már, a Loki a Még, hol van Még most? Még 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 most? Disney-n vagy? vagy? Disney, Disney, Disney a Loki, igen. Disney vagy, vagy Torrente televízió. Amazonon nincs van? Mm, nem tudom. Mindegy. A fene jobban tudja. De hogy az is nagyon-nagyon elképesztően jó. Illetve egy új sorozatot kezdtem el most nézni a Netflixen, ez a Katla névre hallgató izlandi sorozat ami egy ilyen lassú, sodrású, ilyen kicsit misztikus, kicsit thrilleres, ilyen fura dolog. Izlandnak, ami amúgy is egy elég távoli ország, Izlandnak egy nagyon eldugott távoli sarkában van egy település, ahol már alig élnek, már, már menni se lehet oda, még egy rendőrfőnök van, meg még egy alig üzemelő hotel, meg pár kutató, meg, meg egy mentőszolgálat, meg, tehát ilyen tényleg abszolút ilyen, ilyen, már csak az utolsó néhány ember mielőtt lekapcsolnák a villanyt, mert hogy ott kitörni készül már egy ideje a Katla nevezetű vulkán, ami így félig így a permafrost alatt van, és így ömlik a hamu bele az égbe, hamu vihartól kezdve minden van, és, 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 érdekességképpen elkezdenek előkerülni olyan emberkék, akiknek már régóta halottnak kéne lenniük, vagy legalábbis mindenki ezt tudta róluk, még komolyabb spoilerezés nélkül többet nem is mondok belőle, mert még nem is értem a sorozat végére, de hogy egy ilyen, egy ilyen érdekesen jól, jól megírt, és tök, tök jó ízes izlandi tájszólással beszélik benne az angolt, ha az ember nem az izlandi verzióját nézi a, a, az audiósávnak. Nekem nagyon tetszik, ilyen kis esti lazítósnak szoktam betenni, hogy még így, most már nincs kedvem nagyon valami törgetőset, vagy ilyesmit nézni, akkor egy ilyen kis elalvás előtt egy epizódni katlával lepusztítom az agyamat. De szerintem nagyon érdekes sorozat. Honnan mondta a főnököm, hogy augusztusban készülnek három hétre Izlandra. Mondtam neki, hogy nagyon jó, van egy remek sorozatom, de ezt majd azután néznek meg, miért nem <laughs> Na, Van még valamit, Krisztián? Nincs, ennyi volt, kérlek. Na, akkor én így a végére ellőnék egy jó hírrakétát. kétát. <coughs> Július 9-én bejelentette a Netflix a figyelj a Vicherkon rendezvényen, tehát hogy akkora rajongó tábora van a Vicsernek, hogy már konokat szerveznek rá. Bejelentette, hogy 2021. december 17-én érkezik a vaják második évada. Úgyhogy aki ezt már várta, az örülhet, mert december 17-én itt a Vicser, vagyis a Vaják. Hát meg fogom nézni kötelezőségből, de nekem az első évad is olyan volt, hogy így nem, nem olvastam a regényeket, nem játszottam a játékokkal, egy ilyen nagy összefüggéstelen massza volt nekem az egész első évad, csak kapkodtam a fejemet. Ez ki, honnan jött, mit csinál, miért akar, hol van, miért már neki. De... Egyébként de igen, igen, remek volt. Egyébként igen, ezt többen mondogatták, akik nem olvasták, vagy nem, nem játszottak. Tehát, hogy nem ismerték a világot, vagy borzasztóan érződött a sorozaton, hogy akik csinálták, azoknak evidenciának tűnt egy-két dolog benne. Na jó van, fiúk, akkor, hogyha nincs más, akkor húzzuk be a kertkaput. Kettő hét múlva újra találkozunk, és... Uh, akkor most B7 van. Legyen. Legyen az. Legyen az, és akkor és A7, akkor és aztán megint a b 7 találkozunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!